Hosszú idő után végre újra vízparton vagyunk, megkezdjük az idei első horgászatunkat. Ez egy rövid, 4 napos horgászat lesz, egy számunkra még ismeretlen vizen, egy csatorna. Ilyen környezetben még soha nem volt szerencsénk horgászni, reméljük, hogy itt is megálljuk a helyünket, és tudunk majd egy-két szép halat elcsípni. Tartsatok velünk! Szerelékemen egy szem 20 mm-es balanszírozott smoky lesz a csali, amit az új termékünkbe, bipünkbe, saját DP-be mártottam bele. Majd nem fogom kihagyni azt, hogy egy 3 szem PVA zsinórra felfűzve mellé kerüljön. És soha nem árt a koncentrált etetés. Ugye előtte már egy-két marika azért etettünk a helyekre. És az így készen is van. Dobjuk be! Ez a kis csomag fog most bevetésre kerülni az első helyre. Itt azért nagy dobásokra nem kell készülni. Össze 10-15 méter széles lehet ez a csatorna. Az első vetetést az ide a parton mindössze olyan 2-3 méterre hoztam létre. Megnézzük. Nem a megszokott dobás, az biztos. Nagyon kemény, szintén erős. Nagyon hirtelen mozdulatokra képes. Tényleg egyszer megindul. Még nem mutatta meg magát. Bízzunk benne, hogy sikerül megszákolni. Tényleg jó erős, ez van.
behúztuk az ötödésre. Mint ezt a nehéz benne kiemelt vagyok hol. Ah, hát ez nem olyan rossz ez elsőre. Na srácok, körülbelül olyan 9 óra lehet, aztán sikerült megfognunk az első pontyocskát. Hát olyan 7-8 kilós maximum. Nem nagy, de szép egészséges. Meg hát mégiscsak az első egy ismeretlen vízből, úgyhogy nagyon örülünk neki. A smoky az, ugye a csali az egy szem 20 mm-es smoky volt, egy 14-es balanszerrel volt kikönnyítve. Éppen csak a száj szélével volt a horog akadva, úgyhogy kell még azért a könnyítés, hát mégiscsak nagyon hideg van, 10 fok alatt van még a vízhőmérséklete. Most ezt gyorsan visszaengedjük, aztán reméljük, hogy az éjszaka még sikerül azért pár szebbet is fognunk. Soha rosszabb kezdést, én azt mondom. A reggeli frissítés során egy nagyon érdekes dologra vettem figyelmes, ugyanis egy csigát sikerült fognom, ami teljesen felfűzte magát a horgomra. Így a jövőben sűrűben rá fogok nézni a szerelékekre. A tegnapi nap során, amikor merítettünk egy vödör vizet, már abból is jól látszódott, hogy mennyien természetes táplálék található a vízben. Apró rákok, ilyen csigák voltak benne. Meggondolhatjátok, hogy milyen jó dolgaik vannak itt a pontyoknak. Most megyek, rendbe rakom a szerkót és újra dobom, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a jövőben. Horgászatunk utolsó 24 órája áll előttünk. Sajnos az első napon fogott halunk óta nem sikerült kapásig eljutnunk, ami miatt úgy döntöttünk, hogy összepakolunk, és átköltözünk a korábban kinézett másik helyünkre, ami körülbelül 500 méterrel feljebb helyezkedik el az előző helyhez képest. Úgy gondoljuk, hogy ebben a hideg időben, amikor a víz hőmérséklete még bőven 10 fok alatt van, a halak még nem mozognak annyira, ezért nekünk érdemes keresni őket, mint sem egy helyben várni a csodát. Taktikánkon annyit változtattunk, hogy most nagyobb távolságok vannak a szerelékek között, így egyszerre nagyobb területet tudunk meghorgászni, bízva abban, hogy rátalálunk majd a halakra. Az etetés továbbra is kis mennyiségű, kb. 10-15 szem szerelékenként. Igazából keresőhorgászat az, amit csinálunk, nem próbáljuk meg a halakat behúzni egy helyre, hanem igyekszünk őket megtalálni. Csalinak a smokit hoztuk magunkkal 24-es keménységben, 20 és 24 mm-es méretekben vegyesen. A hideg idők miatt igyekszünk az attraktivitáson növelni, ezért minden bólit szókolunk, sőt használunk szirupot, dippet és csilit is, szóval tényleg mindent bevetünk annak érdekében, hogy felkeltsük az alig táplálkozó pontyok figyelmét. Nem gondoljuk azt, hogy a taktikánkkal vagy a használt csalikkal lenne a probléma, ugyanis ezek már számtalanszor bizonyítottak hasonló körülmények között. Nem egyszerű a halfogás ebben a rendkívül változékony időszakban. A hajnalok fagypont körüliek, tegnap még pólós idő volt, ma meg már kabátban és sapkában várjuk a kapásokat. Minden esetre van még 24 óra hátra a pecából, bízunk az új helyben, és meglátjuk majd, hogy mit tartogat számunkra a jövő. Ha 20 plusz lesz, én fejest ugrok. Amíg a halakra várunk, addig sem tétlenkedünk, így szeretném megmutatni nektek, hogyan készül a rántotta Special X módra. Elsősorban szükségünk lesz egy alig használt gázsütőre, egy serpenyőre, egy kis zsírra, valamint egy fakanárra. További hozzávalók: tojás, kolbász, sajt, só és persze egy kis csili. Üssük fel a tojásokat. Sózzuk meg egy picit. Majd adjuk hozzá felszeretelt kolbászdarabokat. Ezek után a felkockázott sajtdarabokat. Majd hintsük meg jól csilivel. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Hosszú idő után végre újra vízparton vagyunk. Kezdetét vett rá, oké? És reméljük, hogy tudunk ebből az ismeretlen környezetből is ismeretlen halakat
egyszer is. Figyelj, amúgy?